Hatalmas kritika zúdult az ENSZ-re, miután kiderült, hogy az egészségügyi kérdések jószolgálati nagykövetévé nevezik ki Robert Mugabe, zimbabwei elnököt. A tiltakozók szerint érthetetlen, hogy az egészségügyi világszervezet miért egy olyan ország vezetőjét bízta meg a szimbolikus tisztséggel, ahol az egészségügy egyébként katasztrofális állapotban van. Nemrég indult útnak a Magyar Afrika Társaság 15. orvosi missziója. A célpont ezúttal Malawi. A közel magyarországi méretű afrikai országban mindössze egyetlen idegsebész dolgozik, így a betegek nagy része ellátatlanul marad. Nagy Gábor szerint olyan esetekkel találkoznak, amelyek itthon már nem fordulhatnak elő. Egy szülési sérülés következtében kialakult egy úgynevezett növekvő koponyacsöntörés szindróma, amit úgy kell elképzelni, hogy egy kicsit túlvákumozták a gyereket, és részben a fejét is eltörték, a koponyacsontját is eltörték, illetve kiszívták részben, részlegesen az agyát. Hát azért ezeket, hogyha elő is fordulna ilyen Magyarországon, ezt ellátnánk időben. A komplikált eseteket ráadásul igen mostanra körülmények közt kell kezelniük a magyar orvosoknak, hiszen Afrika déli részén az egészségügy komoly kihívásokkal küzd. Ezért is van szükség a külföldi segítségre, ezt tudja az egészségügyi világszervezet is. Ezért nevez ki jószolgálati nagyköveteket, hogy tekintélyükkel szerezzenek támogatókat a jó ügynek. Most azonban komoly vitát váltott ki a döntésük. A legújabb jószolgálati nagykövet ugyanis Robert Mugabe, zimbabwei államfő. A 93 éves elnök a világ legidősebb államfője. Mugabe 1980 óta van Zimbabwe élén. Noha az egykori brit gyarmat ásványkincsekben viszonylag gazdag, néhány sikeresnek mondható év után súlyos gazdasági válságba süllyedt, amely ma is tart. Míg az elnök és családja elképesztő luxusban él, addig a lakosság fele élelmiszersegélyekre szorul, az utóbbi időben pedig szinte mindennapossá váltak a kormány ellenes megmozdulások. Kritikusok szerint az ország egészségügyi rendszere épp úgy összeomlott, mint az állam számos más területe Mugabe diktatórikus uralma alatt. A beszámolók szerint például a kórházakból hiányoznak a legalapvetőbb eszközök, az orvosokat és a nővéreket nem fizetik ki, emiatt a kórházak sok helyen zárva vannak. Közben évente ezrek életét követeli a kolera járvány. A várható élettartam az elmúlt 15 esztendőben valamivel több mint 60 évről alig több mint 30 évre csökkent, ami szakemberek szerint nem csupán krízis, hanem valóságos visszafejlődést jelent. Ezért sokan igen visszásnak tartják, hogy őt bízták meg azzal, hogy segítsen a nem fertőző betegségek elleni küzdelemben Afrikában. Tedros Adhanom Ghebreyesus, az ENSZ egészségügyi szervezet igazgatója azzal indokolta a döntést, hogy, ahogyan fogalmazott, Zimbabwe egy olyan ország, ahol a politika az egészségügyet helyezi a középpontba annak érdekében, hogy mindenki számára elérhetővé tegye az orvosi ellátást. A váratlan döntést a világ egészségügyi szervezetei indokolatlannak és hibásnak nevezték. A brit kormány közleménye szerint pedig Mugabe kinevezése meglepő és csalódást okozó lépés, amely akár beárnyékolhatja az ENSZ egészségügyi szervezet globális munkáját.